Rászorulókat támogatnak a nagykanizsai reformátusok, ezúttal a családok átmeneti otthonában élőket segítik. Egy-két éves projekt keretében megtanítják őket az ökogazdálkodásra és az önellátásra. Tulajdonképpen ugye egy EFOP-os projektről van szó, ennek ugye az a lényege, hogy az egyházközség a közösség erejével, ami ugye az egyházközségnél, az egyháznál, gyülekezetnél mindig ott volt ez, hogy az egyházközségünk, a gyülekezetünk már több évtizeddel ezelőtt is ott állt a rászorult emberek mellett, hiszen országos hírű volt a diakónia, vagyis a szeretett szolgálat már évtizedekkel ezelőtt, tehát a 30-as, 40-es években is, olyan szinten, hogy nem csak belföldön, hanem külföldre is tudtak segítséget nyújtani. Nyilván most a leginkább azt látjuk, hogy az embereknek pontosan arra a lelki támaszra van szüksége, amiről Jézus is beszél, hogy amikor éhes voltam, akkor nem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor mezítelen voltam, felruháztatok. És hát tulajdonképpen ez vezérelt bennünket, hogy van itt az egyházközségnek vannak olyan közösségi tartalékai, közösségi erőben olyan tartalékai, amelyet oda tudunk tenni, oda tudunk állni, vagy amelynek a segítségével oda tudunk állni a rászorultak mellé, és hát ezen a mai napon egy információs napra kerül sor, egy EFOP-os pályázat, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a családok átmeneti otthonával közösen egy olyan projektet próbálunk meg elindítani, útraindítani, amelyben sok más ága van nyilván ennek a projektnek, de a fő csapás az, hogy ott álljunk a rászorult, nehéz helyzetben lévő gyermeküket egyedül nevelő édesanyák, édesapák mellett, és ezt ugye úgy tudjuk jól szervezetten csinálni, hogy a családok átmeneti otthonával együttműködünk. Tehát az ott élő, oda beköltöző, oda bejutó édesanyák vagy családoknak egy olyan támaszt tudjunk nyújtani a közösség erejével, ami erőt, biztonságot, és egy picit talán abban segíteni, hogy van máshogyan. Mert ugye abban a helyzetben, amikor az ember egy ilyen, mondjuk azt, hogy mélységben van lelkileg, akkor pontosan arra van szükség, hogy az ember valamilyen segítséget, ilyen irányú segítséget is kapjon. Ez egyik oldala, a másik oldal pedig az, hogy tulajdonképpen, ami itt látszik is körülöttem, ezek a plakátok, hogy így mondjam, tulajdonképpen arról beszélnek, hogy mennyi mindenben tudunk ebben segíteni, és találtunk olyan partnert, aki már a családok átmeneti otthonában, de egy másik helyen tudott úgy csatlakozni egy projekttel, egy ilyen pályázati projekthez, hogy át tudtak adni olyan tudást, ami nyilván picit előbbre tudta vinni az életet, és egy kicsit Ha már egy lépéssel másként megy tovább az illető, akkor már azt gondolom sokat segítettünk. Na, tehát ennek ez a lényege, hogy ezen a mai napon egy információs napot tartunk. Ezen az információs napon erről adjunk tájékoztatást. Meghívtuk a szakmai szervezetek képviselőit, önkormányzat részéről, a Vöröskereszt részéről, megyei szervezet, Zalaerdő, és tehát még jó néhány olyan közösséget, a családsegítő munkatársait, vezetőit, és nyilván az egyházközségeket, a kanizsán működő egyházakat. Az a lényeg, hogy aki találkozik olyan rászorult emberekkel, hogy talán nekik is tudunk adni egy kis olyan segítséget, egy picit, ami, tehát például ma szó lesz a motiválásról, hogy hogyan tudunk motivációt adni, motivációt nyújtani, akkor, amikor valaki hát mélységben van, vagy valaki mindent felad, és azt mondja, hogy hát nem érdemes élni sem ebben a világban. Tehát, hogy ezek fontos dolgok, mert úgy tudunk csak előbbre lépni, hogyha ilyenkor van mellettünk valaki, aki kicsit támaszt tud adni. Tehát Jézustól tanulva szeretnénk annak a parancsnak is engedelmeskedve, hogy amikor kell, akkor ott álljunk, és segítsünk, és erőt adjunk.